kapsz valami ajándékot, nézd. Mert hogy nézd ide. Ez egy cumi. Tedd be a gyereket szájába. Van. Jó? És még. Ez másnál te dolgozz. Mert minden ember fenség, idegenfog, titok, idegenség, messze fény. Az ember választhat azon, hogy polgárrá válik, tehát beépül a társadalom rendes közegébe, végcsinál egy életet. Például én nekem semmelyik se sikerült, se polgárrá nem váltam. Életet azért végcsináltam, de mégis négy gyerekem lett. Már három unokám van, én így sok. Ugye? De lehetett volna több is. Meg lesz is. Na most képzeld el, emellett művész lenni, mert egy művész végül is azért él, amit fest, amit meg tud alkotni. Tehát a nő melléktéma a gyerek is. Az igazi nagyművészek, mint Beethoven, meg se nősült. Hercegnők voltak a szeretők, kis fiatalok. Na. És ivott, és a kávéja odatolta az ágyát, érted? Öreg korában. A cselédlánya ne lophasson ki semmit, annyira. Ilyen volt Beethoven. A fiatal Schubert nézte, hogy bombázták Bécset Napóleon katonái, és akkor támad föl benne, hogy ez meg kell neki írni ezt. Azt, hogy ő ki szeretne menni harcolni. Harcolni a barikádokra Napóleon ellen. De szegény egy elnyomott volt, az apja nyomta. És egy családi élet. Egy családi élet, egy tűzfészek, öregem. Hát öregem, ott mit tudta, hogy mi következik beveled, éles pajtás. Hát vele mi következik? Harmadik feleségemmel élek. Mindenütt leadtam valamit. Végül már olyan vagyok, mint egy hulla. Elsők azt mondják rám, hogy a szívem felmondja a szolgálatot, és meghalom. Úgy az utcán, ahogy láttam, eldülök, mint egy darab fa, melyet ordítok, és vége. Nézd, mint idősebb öreg. Ez egy óriási dolog, hogy embernek van egy gyereke. Nem azt mondom, hogy meghatározó, nem határoz meg semmit, mit határoz meg. De hát mégis tudom, hogy mit tudom én az én gyerekem. Megél az ember egymagába a férfi. Nem kell ahhoz nő. Ha nő az utcájával, ha kell, fölemeled magadhoz, megöleled. Mi azt mondod? Asszonyom, ez szép volt, gyönyörű volt. Köszönöm, de élek a művészetben. Hidd el, hogy igazam.